Szép napot kívánok mindenkinek, folytatjuk a műsort, a FEM3 Café másképpennel, és a vendégem a stúdióban Horváth József, rákkutató. Köszönöm, József, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm a meghívást. Ugye, azt szoktunk mondani, hogy mindig az számít, hogy ember mekkora utat tesz meg, hogy honnan indult, és hova jut el. Nagyon hosszú utat tett meg. Igen, elég hosszú, elég nehéz út volt, amíg idáig eljutottam, de és nagyon sokat tudnék róla mesélni, akár akkor napokon keresztül. Tényleg, hát ugye én Karcagon nevelkedtem fel egy cigánytelepen, és onnan indultam, és volt egy álmom gyerekként, hogy valamiben híres szeretnék lenni, valami nagyot szeretnék véghez vinni. Akkor még nem tudtam, hogy a biológia, vagy éppen a genetika fog foglalkoztatni. De itt álljunk meg. Tehát egy fiatalember, egy gyerek, egy cigánytelepen nő föl, és híres akar lenni, akkor legtöbbször ember azt hallja, hogy zenész akarok lenni, énekelni fogok, vagy rappelni fogok. Miért pont a biológia, vagy genetika? Ugye, kisgyerekként ugye mindig vonzott a történelem, elsősorban én jogász szerettem volna lenni, nagyon sokáig, talán középiskola második, harmadik osztályig úgy gondoltam, hogy én jogász leszek, vagy ügyvéd, de aztán jött egy fordulat az életemben, amikor a középiskolai biológia tanárnőm így elkezdett mentorálni, és különböző versenyekre mentünk el, és azt vettem észre, hogy ez az egész biológia, ez az egész tudományág így elkezdett vonzani, és hogy ilyen misztikumot láttam benne, mindig is tetszettek azok a dolgok, amiket így kézzel, szemmel nem tudok megfogni, és akkor meg akartam érteni, hogy hogyan működik is ez, és így lettem biológus. Mindig azt mondják, hogy ember életében vannak a válaszutak, és hogy ott ember milyen döntést hoz, Milyen útat válasz? Azon múlik, hogy milyen lesz az élete. Tehát milyen válaszutak voltak? Tehát azt mondja, jogász akart lenni, híres akart lenni, de kicsit, ha visszamegyünk, és első válaszút, ugye embernek látni kell valami példát, mintát otthon. Szülők mivel foglalkoztak? Tehát honnan jött ez az egyáltalán tanulni akarok című gondolat? Igazából ez kialakult bennem, kiformálódott a szüleim végzettsége. Hát édesanyámnak összesen 3 osztály van, édesapámnak van egy középiskolai végzettsége. Miért foglalkozott? Annak idején ő a Magyar Államvasutaknál dolgozott, mint pályamunkás, szóval én igazán példát nem kaptam sehonnan. Ez így valahogy kialakult bennem, én azt hiszem, hogy ez mind a jó Isten műve. Emlékszik az a pillanatra, amikor az a gondolat jött, vagy az a belső döntés született, én tanulni fogok, én nem fogok elkallodni, én nem fogok itt, mert könnyű az a kísértés, hogy gyerekek játszanak, rohangálnak, buliznak saját lehetőségei szerint, és akkor ember azt mondja, hogy tanulni fogok. Olyan 5-6 éves lehettem, amikor az óvodában úgy észrevettem, hogy senki nem tanított, és elkezdtem írni, olvasni, úgyhogy a testvéreim mellettem tanultak otthon mindig, és én csak valahogy megtanultam, és ez valahogy jött, akkor már így észrevettem, hogy a dajkám az nagyon meglepődött, hogy én azt először, hogy valami rosszat csináltam, és aztán mindenkit odahívott, hogy megmutassa azt, hogy én elkezdtem olvasni a könyvet. Hát így onnantól kezdve így éreztem, hogy valami indítatást, hogy nekem kell, mert ez a jövő. És hogy tanult meg olvasni? Tehát az én lányom annak idején ment tévében egy műsor, az a Szerencsekerék vagy mi, és akkor ott a betű K, mint Katalin, és akkor ő K, tudta, hogy kell, az látta a K betűt. Tehát hogy tanult meg így magától olvasni? Részben a Szerencsekerének is áll, a másik pedig ugye, hogy a nagyobb testvéreim mindig ott tanultak mellettem, és mindig kérdezősködtem, ez mi, az mi, és kíváncsi voltam. Ugye most rákkutatóként dolgozik. Mi az igazi feladat ebben, tehát a ráknak a gyógyszerét megtalálni, megérteni egyáltalán ennek a betegségnek a természetét, hogy mitől, honnan, hogyan jön létre, hogyan fejlődik az ember szervezetében? Ez a kérdés elég sokrétű, és a válasz is sokrétű rá, mivel mi próbálunk olyan úgymond olyan jelzőmolekulákat, biomarkereket keresni a szájüregi rák esetében. Ja, szájüregi rák? Igen. Én a szájüregi rákkal foglalkozom, és ez a PHD kutatási témám is, amellyel a betegséget egy korábbi stádiumban tudnánk már diagnosztizálni, mert jelen pillanatban, amikor már diagnosztizálják valakinél ezt a betegséget, akkor már nem sok remény van
a gyógyulása, vagy illetve a segítség az nagyon korlátozott. Ugye nagyon leegyszerűsítve a rákról azt szoktam mondani, hogy ember szervezete, ugye milliárdnyi sejtekből épülünk, és minden sejtnek van egy parancsa, hogy 3 nap múlva, 3 hét múlva, 3 hónap múlva el kell pusztulni, elvégezte a dolgot, aztán kövesse öngyilkosságot, és nyugodjon békében. Igen. Ahelyett van egy pár renitens sejt, ami ahelyett, hogy követne ezt a parancsot, és elpusztítana saját magát, kezd szaporodni, kezd burjánzani. Igen. És azt nevezzük bidaganatnak. Igen. De, tehát a szájüregi rákban ugyanaz a mechanizmus, mert azt mondjuk, hogy valahol a sejtek közi kommunikációban valami hibacsúszik, mert van egy valami antennájuk, és attól bolondulnak meg? Magyarázzon egy kicsit. Hát ez nyilván sok lehetősége van, hogy mit alakulhatnak ki daganatos sejtek. Most nem akarok nagyon a szakmába belemenni, de például az, hogy a sejtosztódás során történik valami hiba a sejtciklusban, és akkor mondjuk a DNS megtörik, vagy akármilyen külső behatás, mondjuk UV-sugárzás, vagy akármilyen más egyéb kémiai hatás folyamatára megtörik a DNS, és akkor megváltozik az egész genetikai állomány. Ez már egy megváltozott genetikai állomány, ami önmagát tudja reprodukálni. Erre vannak nagyon jó kidolgozott szabályozott rendszerek a sejtnek, ami alapján megállítja mondjuk az osztódást, de vannak azok a kivételek, amikor nem áll meg, és akkor ilyenkor keletkeznek ilyen hibás sejtek, úgymond. Ez a szájüregi rák most mennyire jellemző? Tehát a statisztikákat nézzük, akkor sok eset van, vagy ritka betegségnek számít? Ezt sokan nem tudják, de Magyarország mind az új paciensek, mind a halálozás számban az első helyen áll Európában. Magyarországon az 5.-6. leggyakoribb betegség. Aha. A saját a beállítottságát, tudós emberről beszélgetek, de hisz abban, hogy azért a lelki folyamatoknak is szerepe van abban? Tehát azt mondják, hogy minden betegség mögött van valami lelki ok. Igen, igen. Igen? Igen. Nagyban, hát a stressz, mind rizikófaktor, mind az étkezés, mind az életvitel minősége, ez mind hozzájárulhat ahhoz, hogy kialakulhasson a betegség, vagy akármi más egyéb betegség is. Kicsit érünk vissza a önhöz, hogy az, hogy fiatalember biológiát tanul, rákutató lesz, szokott ilyen lenni, attól bizonyos szempontból kivételes eset, bár szerintem nem kivételes, de mondjuk honnan indult és hova jut, ahogy kezdtük a beszélgetést. Igen. Tehát a vállára egy nagyobb felelősség is van, hogy példát mutatni, hogy mindenhonnan van kiút. Tehát nem kell beletörődni abban, hogy én szegénynek születtem, cigánynak születtem, és akkor a lehetőségeim eleve korlátozottak. És ez tisztában van, hogy mekkora a felelőssége ezzel? Persze, én ezt tudom nagyon jól, de én mindig is úgy gondoltam, hogy nem attól függ, vagy nem azon áll a dolog, hogy most én cigány vagyok, vagy szegény vagyok. Ha én szeretnék valamit elérni, akkor küzdenem kell az álmaim miatt. És szerintem a Jóisten mindig úgy alakítja a helyzetet, hogy mindig olyan emberek útjába sorol, akik mondjuk segíteni tudnak nekem. És ha én beletörődök abba, hogy azért, mert mondjuk barna bőröm, azért, mert cigány vagyok, vagy azért, mert épp szegény vagyok, nem tudom elérni az álmaimat, akkor nem is fogom soha elérni. Nem találkozott azzal a jelenséggel, amit sokszor szoktak mondani, hogy hát én ugyanolyan tehetséges vagyok, mint a mondjuk egy állásinterjúban. Akkor mint a másik ember, ő szőke, fehérbőrű, és mivel én cigány vagyok, hát nekem nehezebb egy fokkal bejutni ugyan. Te találkozol ezzel a jelenséggel? Vagy? Igen, személyes élményem ilyen jellegű nem volt. Hál' Istennek. Én lekapom, hogy kevés, talán alig néhány kisebb, apró, úgymond diszkriminációért, de akkor még fiatalabb koromban, de így jelentősebb nem. De nyilván az életből példákat kaptam, más emberektől hallottam, meg láttam, olvastam, hogy nagyon sok ilyen van sajnos. A testvérei mit csinálnak? Tehát ők ugyanazt a ritmus követtek, mint ön, vagy? Hát én vagyok a legkisebb, ugye van két nővérem, meg egy bátyám, nekik már családjuk van, mindenki, ugye a két nővérem otthon van a gyermekekkel, illetve a bátyám szobafestőként dolgozik. Ugye azt mondjuk, hogy a cigányság számára ön, meg hasonló fiatalok, akik tudnak kitörni és a példát mutatni, ugyanúgy családban is maga példaképp, mindenki büszke, a szülők, testvérek, hogy
Igen. Józsi nagyon. Az én öcsém. Igen. Aki most tévében szerepel, rákkutató, hát... Igen, nagyon büszkék rám. Úgy tudom, hogy Amerikába akar egy kutatócsoportot vezetni, létrehozni, az álma? Hát ez az egyik legnagyobb álmom, igen, de az első, van egy kisebb, ugye, hogy kijussak oda, és mint akár egy kutatócsoport tagja, és később talán egy vezetője, ez lenne a legnagyobb álmom tényleg. Hát én kívánom azt, hogy... És itt természetesen van, hogy példát mutatni, de ugyanakkor saját személyes a sorsát, személyes ambícióit nézve, hát teljesen úgy, ahogy önnek jön, mert úgy érzem, hogy ami önnek jó lesz, az nekünk is jó lesz, mert akkor hamarabb lesz valami gyógyszer, vagy valami. Sok sikert! Nagyon szépen, köszönöm, hogy eljött hozzám. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm.